Az Országos Rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága 13. alkalommal hirdette meg a versenyt azzal a céllal, hogy mindenki épségben hazaérjen. Évek óta hasonló tematika szerint folytatjuk ezeket a versenyeket. Családoknak kell nevezni, akiknek van magyarországi lakóhelyük, illetve egy főnek rendelkeznie kell B-kategóriás vezetői engedéllyel. Ez ugye fontos, hiszen a verseny során kressztesztet kell kitölteni. Van egy autós vezetés technikai pálya, kerékpáros ügyességi pálya, illetve első segélynyújtási ismeretekről is számot adnak a versenyzők. A bozsoki úti telepen a kerékpárosok és az autósok ügyességi feladatokban mérték összetudásukat. Ezek a gyakorlatok a rutinosabb vezetőket is próbára tették, akik örömmel vállalták a megmérettetést. Fontosnak tartom, hogy azért már kisgyermekkorban megtanuljuk a közlekedés szabályait, mert sajnos eléggé nagy a forgalom, és akár biciklin, vagy majd később motoron vagy autóval közlekedik a gyermekem, szeretném biztonságba tudni. Az Alsóerdei kresszpályán azok szerezhettek pontokat, akik a gyakorlatban is jól alkalmazták a közlekedés szabályait. A következő állomáson a versenyzők elsősegélynyújtásból vizsgáztak, az egyik fiatal fogócskázás közben a feladat kedvéért koponya alapi sérülést szenvedett, társának pedig a karja törött el. Az egyik sebesült Balog András volt, aki 2 éve önkéntesként segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját. Úgy kell engem ellátni, hogy fogunk 2 géztekercset, vagy igazából múllapóját, azt így azzal kitámasztjuk a csontot, és azt átkötjük. Egész szorosan ez kitámasztja a csontot, akkor nem fog az tovább is semmi kárt tenni, meg nem fog mozogni. Kihúzni és megnyomni a csontot, azt nem szabad semmiképpen. A legjobb teljesítményt nyújtó családok augusztusban az országos döntőn, amit Baranya vármegyében rendeznek, indulhatnak a fődíjért, ami egy személygépkocsi lesz.